Egy korábbi és egy aktuális világbajnok tehát a színpadon. Cardiffban az első mérkőzés párosítása. Rob Cross, Peter Wright. A 20. találkozójuk lesz egymás ellen. És 7 Peter Wright siker, mert 2 döntetlen és 10 Rob Cross győzelem. A Premier League-ben Peter Wright-nak eddig nincs győzelme. A vetétársa ellen, az aktuális vetétársa ellen 2 döntetlen, 2 vereség, tehát 2 Rob Cross győzelem. A legutóbbi 2 találkozójukat azt ugye még tavaly játszották, egyet október, egyet novemberben, mind a 2-t Peter Wright nyerte, azt megelőzően volt egy 3-as Rob Cross sorozat, úgyhogy az egymás elleni mérleget tekintve a korábbi világbajnok jobban áll, de hát ez egy újabb mérkőzés, talán ebből kiindulni nem feltétlenül kell. Más rendszer, más taktika, más játék következik most. És hát Peter Wright-nak azért szüksége van a győzelemre, hiszen ugye egy vereség és egy döntetlen. Igen, és ez egy eddigi mérleg. Ez egyetlen egy pont, és ezzel a 7. helyen áll legarányjal Michael Smith előtt, aki a 8. Rob Cross pedig a 3. helyen áll. Plusz 2-es legarányjal és 3 ponttal. Ugye nagyon fontos Germen vezet, Glenn Durant a 2. szintén 3 ponttal, ugye 3 darab 3 pontos van, még Gary Anderson, aki 3 pontos. Úgyhogy hát Peter Wright-nak nagy szüksége lenne a felzárkózásra. Fontos mérkőzés ez. Természetesen Rob Cross-nak meg azért, hogy meg tudjon tapadni Michael van Gerwenre. Úgyhogy érdekes mérkőzés elé lépünk, és ne felejtsük el, a mai beugrón pedig Johnny Clayton lesz. Amit rengeteg kérdés azzal kapcsolatosan, hogy miért ő játszik, hát mondjuk azért, mert Glenn Durant a 20. vagy 21. a világranglistán, Johnny Clayton pedig 16. és a Walesben egy nagyon elismert dartsjátékos. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy Rob Cross megtalálja azt a tempóját, amivel szenzációs játékra képes. Ugye láthattuk ezt, hogyha elkapja a fonalat és nagyon jó a tempója, abban a pillanatban erős játékot tud mutatni. Újabb 100-as. De vár 19-esre, 18-as, az sem jön, nincs tripla, 57-es eddig. 6 darab sima szektort sikerült összehozni a Crossnak. Nagyon jó helyen az első nyíl Peter Wright-nál. A második is. Igen. 180! Jól kezdődik. Ugye a mérkőzés előtt 52 darab 180 volt. 25 és 27 a sorozatokban. Ez benne van, 96-os. Na nézzük a 121-et. Egy jó 100 fölötti kiszálló. Ura, igen, 96, tripla 20. Oh. Hoppá, nem 91, tripla 17. Most akkor így a kiszálló lehetőség elmegy. Egy jó kerekítés azért összejött. Meg jaj, is nagyon szép, így is 81 a dobás. 40. A 288, hogy ez nem kiszálló. De le tud menni. 140-es, kiszálló van 148, de hát ott van 3 nyíl 40 pont elfogyasztására Peter Wright-nak. Be is dobja elsőre, egy 13 nyilas a kezdésnek, nagyon erős, ugye a 13 nyilasnak az átlag az 115,62 század. Kettő fölötte. 60, megint nem jön kezdésre. Tripla. Oh. Gyönyörű. Nagyon jó. 140. Én is azt hittem először, de szerencsére lehetett korrigálni. Mindenki azt hitte. Igen, megtévesztette ő is itt a széles tömeget. És már szektorhiba is jött, de megint nem jött tripla, csak 7-esből, ami nem olyan sok magas érték.
Tripla ötös kezdésre. 95. Előről ez egy nagyon jó játéknak számít. Ugye eddig csak Van Gerwen 100%-os, Görny pedig ugye két verességgel áll. Igazán jó kezdés az ő részéről, és hát nyilvánvalóan ugye a mai program nagy kedvence, igen, Price lesz. Közösség előtt mutathatja meg tudását. Két tripla, nagyon jó. Gyönyörű. 134. 134-jel kerekített 32-re, megint 13 nyilas lehet. A különbség az, hogy ez most hátsó pályán, és azzal azonnal megszülethet az első break a mérkőzésen. Igen, Robkosz, mint hogyha egyelőre jött, se lenne a színpadon. Be is dobja újabb 13 nyilas. Hátsó pályán 2-0. Oh, szenzációs átlag, Rob Cross pedig 68,67%-os átlagon, 63-as első 9 nyila, tényleg olyan, mint a bemaradt volna az öltözőbe, ellenben Peter Wright 140-nel kezd megint. Természetesen várjuk a kérdéseket a Sport TV Facebook oldalán, megpróbálunk az átlag mindenre válaszolni. Ez a különbséget, mert azért ez... most eléggé. Hát most ezzel 71 lett a 93-mal. Ah, 97 így az érték. Alá esnek és alá mennek a nyilak. Ez is szektorhiba a tripla háromba. Na, a végére jön a tripla 19-86. Hát ezzel nem... Igen, mutatják, folyamatosan eredik. Nem tud följebb menni. Nem úgy, mint Peter Wright, aki szenzációsan játszik. Százas. 164. Hát megint kiszállóra megy, megint ő van. 59, nagyon nem megy, valami stimmel, hát nem tudom egyébként, hogy esetleg van-e valami olyan, ami kicsit fejben nem engedi, hogy teljes egészében itt legyen, a Prost esetében, de nagyon indisponált eddig. 140, 24 ezúttal a választott befejező. Érték, dupla 12-t kell dobni, a dupla 20 és a dupla 16 megvolt. Na, nézzük a dupla 12-t, az is megvan, 3-0. Úgy látszik, úgy döntött, hogy a 13 nyilasok éjszakáját fogja bemutatni Peter Wright. Mondjuk az jobb lenne, mintha a döntetlenek éjszakája ismétlődne meg. Na, nézzük! 180! Na! Jó kezdés, Krasztor! A második a mérkőzésen, ugye, egyet már dobott Peter Wright. Hiszik még egyet? Aha. Persze. Csak igazán jó helyen le is vált, és jön a tripla 17. Remek. A közönség azonnal reagált rá, hogy nem lesz 9 nyilas ebben a legben. Ez nagyon jó első nyíl. 140. 3 milliméteren belül a 3 nyíl. Ha elkapta volna ebben a legben a fonalat, Rob Cross, 140. 140-es.
85. Na nézzük a 85-öt. Na, nem lehet variálni. Igen, 66-ja van. És a Bull, rá kell mennie, 130-on van, ugye Peter Wright. Na nézzük, lesz 12 nyilas? Nem lesz. Marad, ez két nyíl. Igen, a 130-at, ugye két tripla 20 és a dupla 5. Igen, ez a Mémádl által elnevezett baby fish. Ebből nem lesz így. 127 a maradék. 43. Ez is nem a legjobb. Cross ismét. 9. Hoppá, épp hogy megvan, dupla 8. Bedobja. 14 nyilas. 3-1. Megint nagyon jó kezdés. Váltó. 86-os a tripla 2 jött az 51 helyett. Tripla 17 helyett egy picivel arrébb ment. Minimálisan, de tényleg. 96. A mindig cross. Már az is benne. Kicsit kiebb áll. Valad fönt. Bedobja. 140. Ez benne van, ugye? Ez benne van. Igen. Egy picivel van fölötte, az meg elmegy az ötösbe. 85 megint. De azért természetesen a hiba. Átlagát, mert egy kicsit feljebb tornázta. No, hát nehéz mit csinálni, de amikor valaki ilyen jól dob, mint Peter Wright most. 105-ös, de lekerek itt 170-re, ugye az első héten, az első fordulóba Nathan Espinel tudott dobni 170-es kiszállót. De egy volt eddig. Nagyon jó. Alatta van, Bull vagy 54. Bullt választja, de 25-ös lesz, 65 a maradék. Nem bírt a nyomás alatt tartani, eddig Rob Cross. 100-as. 100-as Peter Wright-ot, ez nagyon fontos egyébként. Na, nézzük a... Hogy vagyok maga biztos. A dupla 20. Az első rontás. Meg a második is. 127-tel rockról van egy break lehetőség. Nem, könnyű. Na de... Igen, most egy olyan lélektani megvan a tripla 20. Pillanata lehet a mérkőzésnek, amivel Rob Cross és... fordíthatna. Még mindig jó a Bullal. Bedobja! 3-2! Ho-ho! Az igen! És ugye ezzel egy 15 nyilas 127-es kiszálló ugye visszajött a mérkőzésbe, hiszen a break megvan, és egy 57-es kezdés. Hát eléggé jól altatott. Jó játék volt ez most tőle. Még mindig csak 83-as átlagon van. De azonnal korrigálni szerette Peter. 180! Plusz. 140. Második már jó. 140. Nagyon erős játék első pályáról. Látszik, hogy az átlaga nem romlik szinte semmit. 52. 52, igen, nem jött az 54.
Tripla 4-es lett a tripla 18-ból. De jó helyen. 25-ös, és vissza a tripla 20-ra. És megvan! 145-tel, 36-ra lehet 10 nyilas. Igen. Könnyű 3-0, egy kicsit elkényelmesítetted, de most észbe kapott. Azonnal brékelhet. Be is dobja. 10-nyil. Az igen. Azért a győzteslegei nem akármilyenek. Ugye 3 darab 13 nyilas, erre tudott válaszolni egy 15 nyilassal és egy 14 nyilassal. Rob Cross majd egy 10 nyilas. Szenzációs. Hát szenzációs játék. 140. 124 fölötti első 9 nyíl, 115,41 százados átlag. Hihetetlen játékot mutat Peter Wright. Nem tud kezdeni egyszerűen jót. Egyetlen egy 180-as kezdése volt, azt meg is nyerte. Ott a különbség, a 100 pluszos és 140 pluszos értékeket kell nézni, az egyelőre az, ami eldönti ezt az egész meccset. De most itt látszott, hogy jött a tripla nélküli kezdés. Aztán egy ötös, de váltásra tripla 19, hát kihozta belőle a maximumot két nyíl után. És nála is elmarad a tripla. Cross viszont dob egyet. 180-nak kiszálló lehet, ez már nem következik be. 140. Viszont nagyon fölzárkózik hátsó pályáról. Gyönyörű. 81 a maradék. 180-at kell dobni Rob Crossnak. Oly, nem jön neki. Igen. Hát ez is kevés. 60. Nézzük, 144 a maradék, 81-re. Tripla 19. Kellene. A sima is jó. Sima 62, tripla 12. Az megvan, dupla 13. Nem akkor dobja be! Belülről van. 144-et. 127-et csinált már. 18-asra fog kezdeni. Igen, de nem jön a tripla 18. Semmi, 57 a dobás. 13-ra 5-ös és a dupla 4. Az messze van. Na, az meg pont benne. 18 nyilas. Egy ilyen belefér. Meg mindig 108 fölötti átlagon. 125. Most látszódott, hogy kilazult a szár. Peter Wright nyilába azt kellett meghúznia. 100-as. 100. Az jó kezdésre, Rob Cross. Ugye láttunk 99. hasonló feltámadást. Ugye. Irving Price, Michael Smith mérkőzésen. 180! Nagyon jó. Azonnal átvette hátsó pályán is a vezetést. Ez volt a harmadik 180 a Peter Wright-nak. 134-en lemegy magas kiszállóra, de megint jön két triplás kör. Akkor ebben a legben is bajban lehet Rob Cross. Ebből egy megvan most. Bent van, igen. Ebből váltás lesz. 105, 116 a maradék. Na, 143. Már nem.
kellett volna a tripla az elején. 63 a dobás, 80 a maradék, 116-ra. 19-es? Igen, 19-esre fog kezdeni. Még mindig tripla, 19-97 pontja van jelen pillanatban. Az nem ment be, 78 a maradék, tripla 18. Az jön, marad a 24, 92-vel. Meg kell oldani a 8-at Roplosznak. 80-at, bocsánat. És a dupla 10. Az 5-3-ért. Na most még rá is kell állni a dupla 10. Bedobja! Hozza. De most Wright kezd. Game on. Ugye már többen mondják, látszik Robcrosszon, hogy hihetetlen mennyiséget fogyott. Majdnem 20 kilónál jár. Az is ott, hogy mondjam, tehát okozhat akár formahanyatlást is, mert a szervezetet az egy kisebb. Hát már tudod, nagyon elszaladt vele a ló, úgyhogy el kellett kezdeni odafigyelni. Mert hát igazából ez lesz majd a dartsnak az egyik legfontosabb része, hogy melyik játékos fogja normálisan tudni karban tartani magát. 46-os. Ezt a hihetetlen mennyiségű edzést és versenyt nem megfelelő vászszerkezettel nehéz lesz bírni sokáig. 45. Kicsit gyengébb leg van, hiába kezdtek jól utána. Szektorhiba, tripla nélküli körök. 97-es. Peter Wright egy tripla 19-en megtörte a csendet. Kevés. Főleg ugye úgy, hogy hátsó pályán van. És egyszerűen nem nagyon múlik el úgy kör, hogy ne dobjon egy triplát minimum Peter Wright. 120. Egy szektort kell majd dobni. Hm? 140. Gyönyörű. Sima. Jó helyen, és a dupla 120 fölött, tehát ez a 100 fölött. Oh. Ez hogy? Na! 124! Hát az nem lenne most akárja, hogy Chess Cross kidobná. Már pedig a tripla 20 az megvan. Az is megvan! A tripla 14 és a dupla 15! Hát ezt be fogja dobni. Nem dobja be! 113-at dobott. És 30. Dupla 15. Egy újabb próbálkozás. Peter Wright feleségét láttuk. Bedobja. Hát, ez most megköszönheti, visszakapta a lehetőséget, mert Roncrossa nehezét megoldotta. Dupla 11 nem jött. Aztán most kezd egy tripla. Egy újabb döntetlen már biztos van. Peter Wrightnak. És komoly formahanyatlás kellene produkálnia. Nagyon jó, igen, egy 140-es. Hát, hogyha most még hozza is ezt a leget, akkor is 6-4-nél saját kezdésből megnyerheti a mérkőzés Peter Wright. 86-os. Szektorhiba.
ott megint két sima százas, most már látszik a tempóján, hogy ezt már csak szeretné, a vége lenne, azért még iszik egy kis vizet. Nagyon készül, most mégis készül, mert látod, teleöntötte azt a pont. 161. Megvan a tripla. 20. Megvan az a tripla, 11, és a bulla lehet. Befe... 18. Ja nem, mert kettőt vehetem volt. Ez sportszerű nagyon. 129, mert... 32. Miért sportszerű? Hát mert nem szállt ki, hát bulla. Ja. Nem volt kiszállom Peter Wright. Ó, oh, oh, 28. Valahol nyilván értékelik. De... ez akkor ér majd valamit, ha ezt a platizatot megcsinálja. Megint csinálja, 14 nyilas. 6-4. Csak eljutottunk oda, hogy egy cross azért nem mutatott valami óriási formát, hogy végülis, hogyha most ezt a leget hozza, akkor az egy pontért kezdhet. De ahhoz hozni kell ezt. Igen. Dob egy 140-et. Visszadobja a 140-et. Nincs tripla, és a kettesbe megy! Kettő a dobás. Lehet, elkiabáltok a döntetlenek éjszakáját. Várjál, az itt is van egy szektoriba, de legalább az a hetes is tripla. Jobb, mint a tripla, vagy sima kettes. De nem annyival. Hát, előnynek nem előny. De nem jön a tripla Peter Wright-nál. Oh, 59 a váltásra sem. Mondja is magának, mérges miatta nagyon. Megint a végén. Hogy ki a szufla? Rocrossnak is. Neki sem jön eddig a tripla. De jön. 1.96. De mindig előbb lehet Peter Wright kiszállón. Oh! Mi történt? Az jó. Két triplával forigál. Ez valami szenzációs volt. És így ugye kiszállóra megy. Na de ott van Cross is, egy triplával, meg még egyel. 19, megdobja a 177-et, 28-a marad. Ki kell dobni a 139-et? Igen, kéne, ez így nem lesz. 99 pont, fönt marad ugyanúgy, 60-79 a maradék. 28-ra, dupla 14. Bedobja! 6-5! És kezd! Het Robcross az egy pontért. Hát 3-0, 4-2. És volt 6-3. Ezt ne felejtsük. 5-2 is, igen. 5-2, 6-3. Peter Wright-nak. És most úgy áll a dolog, hogyha most egy triplás kezdés, kezdésnek nem rossz. Hát igen, ahhoz a Robcross az szépen egyenlíteni tud. Nagyon alá esik, most levált 19-re, ott se jön. Nagyon szétesett most Peter Wright. Jön egy tripla 18-as, 93, így azért ide lehet látni, hova visszaesett, 110. Majdnem 120-as átlaga igen. Volt, onnan 118-szor csúszott Robcross vissza. Meg följött. 134-es. Hát itt is el lehet már mondani azt, hogy egy három leges előny, az nem előny. 140. Teljesen egyformán állat. Pippa nagyon. Kell a tripla 20-as a kiszállóhoz. De nem dobja jön. Be 58, most megint lehet egy fordulópont. Be is dobja a triplát egyből. Még egy! 140! Úgy lecsúszott a tóról. Na de jégesen jobban áll.
mert itt még mindig azért kellene a tripla, ott meg is jön alul. A hetesbe! 126 maradt, 128. 18-asra kell kezdeni. Meg is van. Megvan, folytatja tovább ugyanott. Az már sima. Nincs, igen, 56 pontja van. 88-al 40-re kerekít. 126! Meg kell oldani a döntetlenért, hát az extra. Volt egy 127, kell egy 126 is hozzá. Még mindig jó, tripla 19, de ki kell állnia. Az is búlos volt. Nincs benne. Eldobja. Hát igen! 4, és akkor a győzelemért. Dupla 10! Ó, és a dupla 5! Bedobja! 7-5! Meleg volt. És Rob Cross, hát nem tudom, nyilván lehet, hogy azért majd valami csak kiderül, hogy mi volt itt az elején, vagy van-e valami olyan, ami egy kicsit úgy, azon kívül, hogy ugye drasztikus fogyókúrában van, nehezen lendült játékba, de azért a végén csak izgalmasra sikeredett a dolog. De Peter Wright ír 2 pontot magának, Rob Cross pedig egyet sem. Pici pihenő következik, és aztán jön a vendégművész Johnny Clayton és Michael Smith mérkőzése.